Veszélyes lehet a fürdőzés, nagyon körültekintően szabad csak a vízbe merészkedni, hiszen könnyen tragédia is lehet egy felszabadult csobbanásból. Ha fürdésre gondolunk, akkor mindenkinek egy otthoni forró vízzel telik át, vagy egy kellemes nyári strandolás juthat az eszébe. Szokásos vasárnapi fürdőzés. Mi van? November 20. Na de milyen jótékony hatásai vannak a jéghideg vízben történő megmártózásnak? Hivatásos önkéntesünk ezúttal eme különös, természetközeli tevékenységgel ismerteti meg nézőinket. Lássuk! Miért vagyunk sokan olyan bolondok, hogy akár ősszel vagy télen is belemegyünk a hideg vízbe, sőt, úszunk is benne? A hideg vízben való megmártózás számos pozitív hatással van a szervezetünkre. Az erek első lépcsőben összehúzódnak, majd tágulnak. Gyorsabban és mélyebben kezdünk lélegezni, felgyorsul a szívverésünk, javul a vérkeringésünk és éberebbé válunk. Mivel a szervezetünk kénytelen belülről melegíteni önmagát, a hideg víz felgyorsítja a véráramlást, így a létfontosságú szervekbe jóval több oxigén jut. Ezáltal többek között serkenti a testben az adrenalin, az agyban pedig az endorfin termelődését. Javítja a depressziót. Emellett gyorsítja az izmok regenerációját egy kemény edzés után, csökkenti a terheléseket követő izomfájdalmakat. Fokozza az anyagcserét, javítja az izomműködést. Beindítja a szervezetünk öngyógyító funkcióit, és ezáltal lassítja az öregedési folyamatokat. Aki kedvet érez, bátran próbálja ki a hideg vizet, megéri. Egy dolgot kell szem előtt tartani, a fokozatosság elvét. Sok sikert mindenkinek!